Először Ignác Rihárd dombovári rendőrzászlós munkáját méltatták. Bűnüldözés érdekében végzett kiemelkedő szolgálatellátásának elismeréseként kapta meg a díjat. A kitüntetést én úgy gondolom, hogy a úgymond állandó, magas színvonalú szakmai munkám miatt érdemeltem ki. Eléggé terhelhető vagyok, eléggé bonyolult ügyeket viszek, úgymond így az alosztály szintén a legkomplikáltabb ügyeket szoktam én feldolgozni. Igazándiból a tavalyi év is az előző évekhez képest ugyanolyan nehéz volt, hanem még nehezebb, rengeteg az internetes bűncselekmény, csalás, ebben a kibertérben elkövetett bűncselekmény, és javarészt ezeknek a nyomozásával foglalkozom. Pitz Gábor munkáját is jutalmazták, a rendőr a tavalyi évet különösen megterhelőnek és kihívásokkal telinek érezte. Én ugyebár az igazgatás rendészeti alosztályt vezetem, alapvető feladatunk a szabálysértési eljárásoknak a lefolytatása, illetőleg az engedélyügyi tevékenység, a vadászokkal foglalkozunk, illetve személy és vagyonőr ügyeket intézünk. A szabálysértés ügyekben sajnos emelkedés mutatkozott a tavalyi év során, amit úgy is gondolom, hogy nagyon sok fokozott ellenőrzés történt itt a közutakon, és ennek köszönhetően emelkedett a szabálysértés ügyeknek a száma. A rendőrök után a tűzoltók soraiból Karádi Attilát emelték ki. Nagyon nagy káresetek nem történtek, hanem ezek a szokásos, úgymond mindennapos, tehát a rendszeresen előforduló káresetekhez vonultunk. Persze nagyobb káresetek is voltak, tűzeseteknél, lakástüzeknél, háztüzeknél kellett beavatkozni. Ez mondható a legkomolyabb káreseményeknek, illetve műszaki mentések során a baleseteknél, hát több balesetnél is sajnos be kellett avatkozzunk. Dombovár polgármestere fontosnak tartja a díjazást, elmondta, ez nem csak a kiemelteknek jelentős, hanem a közösségnek is, aminek ezáltal példaképei lesznek. Évrében örömterült Szentgyőr nap környékén, majd az azkető napokban kerül átadásra a Dombovár közbiztonságáért díj és az év kistérségi rendőre. Mi ezt a kihívást nagyon komolyan vesszük, hiszen amikor a társulás úgy döntött, hogy ezt a díjat megalapította, akkor azt gondoltuk, hogy azokat az elkötelezett rendőröket minden évben el kell ismerni, akik kiemelkedően végzik munkájukat. Azt gondolom, mindkét szervezetnél, mind a tűzoltóságnál, illetve katasztrófavédelem, illetve rendőrségnél szükség van arra, hogy mindig az átlagnál jobb teljesítményt nyújtó embereket elismerjük, kitüntetésben részesüljenek. Rendőrök és tűzoltók egyaránt áldozatkész kihívásokkal teli munkát végeznek. Ne felejtsük el a mindennapokban is megbecsülni, értékelni őket.